Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy pillanat asztrológia. Ez az asztrológiának egy, mondhatnám, ismeretlen területe, nagyon kevesen foglalkoznak. Ezzel másképp kell elemezni a horoszkópot, mint egy születési horoszkópnál, de ez nagyon érdekes, ez a terület. Itt pillanatokról van szó, amit mi átélünk az életben, vagy az első találkozás, vagy egy munkának a kezdete, vagy egy költözködés, vagy egy bizonyos dátum, mint például házasság, vagy vállás, vagy egy látogatás, vagy egy utazás kezdete, de nem csak az, amit átélünk, vagy kezdeni szeretnénk, hanem a gondolatok is. Egy ötlet, vagy ha valakire gondoltok, ezek a pillanatok nagyon fontosak. Hermann Hesse az én kedvenc költőm, és ő az egyik versében azt írta: In jede Anfang wohnt ein Zauber inne. Lefordítva annyit jelent, hogy minden kezdetnél lakik egy varázsló, egy varázserő, és ez pontosan azt jelenti, amit én most mutatok ebben a pillanat asztrológiában. Ez a kezdet, ez a varázslat. És ahogy ez a varázs erő mutatkozik ebben a pillanatban, pontosan az, amit én most itt közlök veletek, ez a pillanat asztrológia. Mert ahogy kezdünk, vagy indítunk valamit, ebben a pillanatban lerajzolódik az, hogy hogyan alakulnak az események. Természetesen ti is kérhettek tőlem egy ilyen horoszkópot, egy ilyen pillanat asztrológiai elemzést, a díjam 5000 forint. Ez a felvétel egy videó felvétel Méhecske számára, és megnézzük azt a pillanatot, hogyan indul valami a szerelmi élet területén. Kedves Méhecske, köszöntelek téged, ez a te videód, ez a pillanat asztrológia, és ezen megtekintjük azt, hogyan alakulnak az események. Ebben a pillanatban a Szkorpión a keleti határon felkelt, mint egy napkelés. Tehát mutatja a fontos témát. A Szkorpión a víz eleméhez tartozik. És a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tehát itt mély érzésekről van szó. Ebben a pillanatban a mi földünk szintén a Szkorpión jegyében állt, és a föld mutatja, hogy az, amiről te álmodozol, az megvalósul. Ebben a pillanat asztrológiában a hold mutatja azt, hogy hol lesznek változások. A hold itt van a vízöntő jegyében, a négyes életházban, és az mutatja az otthonodat. Az lehet egy költözködés is. Nem csak a hold található itt, hanem a Mars bolygó, ami mutatja te erődet és bátorságodat, hogy te ezt meg fogod tenni. A Neptun bolygó hatása az mutatja az álmokat. Te meg tudod valósítani az álmaidat, de ebben hinned kell. És ez a bázis, ez az alap, amire te itt építhetsz.
Visszatérve a skorpión energiájára, ez a jegy 30 fokból áll. Az első fok lenne, akkor az túl korai, a 29. fokban lenne, ez a felkelés, az késő lenne, de neked szerencséd van, mert ez pontosan így középen volt, tehát az az időpont, ami köztetek most kialakul, ez a kapcsolat, az nektek előnyös. Tehát egy jó időpontban kerültetek újra kapcsolatba. Ennél a pillanat asztrológiánál az a személy, aki felteszi a kérdést, az az aszcendent, tehát itt a szkorpió jegye. Ez a te szignifikátorod. Az azt jelenti, hogy meg kell, hogy nézzük most azt a bolygót, ami a szkorpión jegye felett uralkodik. És az a Mars bolygó. Tehát a Mars bolygó az szimbolizál téged ennél a pillanat asztrológiánál. Tehát visszatérünk most a Mars energiájára. A Mars jelenti őt is, de ennél a kérdésnél, hogy hogyan tovább, ez szimbolizál itt téged, mert ez a Mars bolygó uralkodik a szkorpión jegye felett. Neked most fontos ez az alap, a biztonság érzete. Ami téged foglalkoztat, az az otthonod, vagy ez a változás, egy költözködés, az lenne neked most fontos, hogy egy saját otthonod legyen. Szemben áll, az aszcendenttel szemben a deszcendent, és az mutatja a férfit, azt a férfit, akit te szeretsz. Tehát az ő szignifikátora az a bika jegye. És a bika jegye felett a Vénusz bolygó uralkodik. Tehát a Vénusz bolygó szimbolizálja most őt ennél a pillanat asztrológiánál. A Vénusz bolygó itt található a hetes életházban, ami a párkapcsolatra utal. Neki most nagyon fontos a párkapcsolat, de Vénusz jelen pillanatban visszafele mozog. Az annyit jelent, hogy ő most még visszahúzódó. Ez a visszatekintés jelenti a múltat is, az emlékeket is. Ez a visszahúzódás lesz nála június 26-áig. Tehát addig nem tudsz sokat elvárni tőle, mert ő visszahúzódó. 26-a után lesz újra kapcsolat kettőtök között. Ezek a házak, amit itt látsz. Első ház, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik életház. Ezek az életterületeket mutatják. Ennél a pillanat asztrológiánál megtekintjük azt, hogy ő hogy lát téged. Tehát én indítok most itt a deszcendentnél, mert ez szimbolizálja őt, és ha én itt indítok, ha én azt nézem, hogy mi van vele, akkor nála ez az aszcendent, vagy az első ház, itt van a második ház, a harmadik ház, a negyedik ház, az ötödik ház, a hatodik ház, és a hetedik ház, itt mutatja azt, hogy hogy lát téged, vagy hogy tudja ő ezt elképzelni, ezt a kapcsolatot kettőtök között. Mivel a Föld itt található, és ezt ő is így látja, ő ezt nem csak álmodni szeretné ezt a kapcsolatot,
hanem megvalósítani. Önneki vannak tervei veled kapcsolatban. Most megtekintjük a kommunikációt kettőtök között. Én újra itt indítok nála, és ez lenne az első ház, a második, itt a harmadik, ami a beszélgetésekre és a kommunikációra utal. Itt van a rák jegye. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, tehát köztetek érzelmekről van szó. De a rák az gyakran visszahúzódó, és vannak elvárásai. Tehát ő vár arra, hogy te jelentkezzél nála. A rák jegy fölött a hold uralkodik, és a hold mutatja az anyai érzéseket is, vagy az ő anyukáját. Ez lehet egy téma, amiről te írhatsz neki, mert ez érdekli, vagy tetszik neki, ha kérdezel valamit az anyukáját illetően. Most megnézzük azt, hogy mi a kapcsolat köztetek. A te szignifikátorod az a Mars bolygó. Az ő szignifikátora az a Vénusz bolygó. A Mars bolygó az 25 fokon áll, Vénusz bolygó 14 fokon, az azt jelenti, hogy Mars gyorsabban mozog, megy előre, ő lassabban. Ehhez jön még az is, hogy Vénusz bolygó visszatekintő, és itt vannak az emlékei, természetesen ez is játszik itt egy szerepet, de ő lassítja az eseményeket. Viszont június 26-án lesz egy fordulat, és akkor ő előre fog mozogni, és tartja veled a kapcsolatot. Én most összefoglalnám ezt. A fontos téma itt látható, azt mutatja a Szkorpión jegye. Itt érzelmekről, mély érzelmekről van szó. Mivel a Földünk itt van, az azt jelenti, ez meg fog valósulni. Ő pontosan így látja az eseményeket. Nagyon fontos az is, hogy visszatekintsetek a múltba, azt mutatja itt ez a lefele mozgó kármikus csomó. Itt egy irányról van szó, és az értékekről. Itt a hármas életházban is történik valami, itt tanulnod kell, mégpedig azt, hogy bebizonyítsd magadat a kihívások ellen. De nem csak a nehézségeket mutatja, hanem azt a hölgyet is a háttérben. És ez azt jelenti, hogy ne fuss el, hanem bizonyítsd be azt, hogy számodra ez a párkapcsolat, ez a szerelem értékes. A hold mutatja a változásokat, ez az otthonodat jelenti, vagy egy költözést. Chiron itt mutatja azt, ahol fáj, vagy a betegségeket, de ő gyógyít is. Ez jelenti a munkádat, vagy az egészségi állapotodat. Az ő számára nagyon fontos a párkapcsolat, a szerelem, és az is, hogy ő oda nézzen, és hogy ti tisztázzátok ezt a kapcsolatot, vagy ő lezárja a múltját, és adjon arra lehetőséget, hogy köztetek ez a párkapcsolat kialakuljon. Itt a 8-as életházban is vannak kármikus témák, egy új irány, és ez mutatja a testi kapcsolatot,
mutatja a hivatali dolgokat és az anyagiakat. Nem csak a te anyagi helyzetedet, hanem az övét is, mert tőle számítva ez lenne a kettes életház, ami a pénzügyi dolgokra utal. Kedves méhecske, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!